először csinálok egy tetszőleges felhúzom a kamát, egy kis amit cukira ráblokkol, jó? Csak blokkol. Blokkol, elindítom a Jordan-gerit, utána várok, és utána jön Deány, és megy a másik, jó? Tehát először kis amit cukival elhúzom a kezét, fölvédekeztetem, elindítom a Jordan-gerit, kijövök, indul, egy, és utána a második a kettő. Jó. Keményen edzenek a tolnai karatésok, ugyanis diákolimpiára készülnek, nemrégiben pedig Csehországban méret tettek meg a Stílus Világkupa és Világbajnokságon. A Faddi SE karate szakosztálya és a Tolnai Tanren Karate Egyesület sportolói közül 9 versenyző lépett tatamira, egyéni és csapatforma gyakorlatban, valamint küzdelemben. És mintegy 9 hónapot gyakoroltak, feláldozva a nyári pihenőt, edzettek a gyerekek. Ketté választották a világkupát és a világbajnokságot. A világkupa az főleg az utánpótlás, tehát a kéköves korosztályig terjedő szakra vonatkozott, és a világbajnokság pedig a barnövtől a feketövesig csoportban, tehát 2 csoport volt, egyéni és csapat formagyakorlatok voltak, volt vegyes formagyakorlat, ahol fiúk-lány vegyesen versenyeztettek egymással, úgyhogy ezen az eseményen vettünk részt innen az egyesületből összesen 9 versenyzővel. Hát a vártnál sokkal jobban teljesítettek a srácok, megmondom nektek őszintén, hogy voltak aggályaim is kételjén, mert előtte elég sok gyermeknél megbetegedés, ugye iskolakezdés, tehát még családi kirándulások voltak, és attól függetlenül, hogy tulajdonképpen a nyáron 2 hét kivételével végig dolgoztuk az egész nyarat, mert 2 hetet pihent csak a csapat, ezért a július vége felé tudtunk egy 2 hetes pihenőidőszakot beiktatni, de az egész augusztus és szeptember végig edzéssel telt el nekik, és sokszor volt heti 4-5 edzés. Tehát a reményeim azok kecsegtettek, hogy jó eredményekkel fognak zárni a srácok, de ezek a betegségek az utóbbi 2-3 hétben ezek egy picit úgy megringatták a reményemet. Ettől függetlenül nagyon szépen teljesítettek, egyetlen egy sportolom volt, aki nem ért el egyéniben sem, meg csapatban sem eredményt, mindenki más érmet akasztatott a nyakába. Versenyen 29 ország, 4 kontinensről, közel 900 versenyzővel vett részt. Európából szerte országok jelentkeztek. Nagy létszámmal vett részt Bulgária, Románia és Magyarország az európai országok közül, de itt Azerbajdzsántól kezdve rengeteg náció felvonult ezen az eseményen. És azt mondhatom, hogy ugye tavasszal voltunk ennek az Európa-bajnokságán áprilisban, szerencsére az itt volt közel Szabadkán. Akkor már a vártnál jobb ellenfeleket tudtunk megmérkőzni, tehát a vártnál jobban teljesítő ellenfélekkel kellett szembeszállni, de nagyon szépen vették akkor a srácok az akadályt, hogy akkor döntöttük el már áprilisban, hogy szeretnék mindenképp ezen a világbajnokságon elindulni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy maximálisan behúzták azt, amire készültünk. Én meg is dicsértem őket, mert azt gondolom, hogy amit edzésen begyakoroltunk, az nagyon szépen kijött ez a forma. Volt, akinél sokkal jobban kijött, egy-két versenyzőnél picit alul teljesítettek a vártnál, de ez ugye nagyon sok minden befolyásol egy ilyen eseményen. Az éppen napi állapot, az ébredési állapot, ugye ezért csak 8 órát utaztunk ki Carlo Vivariban, tehát előtte való nap már kimentünk. Úgyhogy biztos, hogy ez is megviseli a gyerekeket, de én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mind a Faddi, Dunaszentgyörgyi és a tolnai versenyzőinkre. Lukács Bence, aki egyébként már 4 éves kora óta karatézik, 2 versenyszámot is megnyert. 2-szeres világbajnok lettem kimitében, Iponsó és Szamosó. Először nehéz volt, utána meg már belejöttem és ment eléggé. Voltam EB-n 2-szer, egyszer Csehországba, utána meg Szerbiába, szóval 2 volt, és ez volt a harmadik kimutató. Fekete ő az mindenképp. Hát, talán edzősködni is szeretnék majd a jövőben. Szamosóba második lettem, Iponsóba kiestem. Egy román ellen 6-0-ra nyertem az Szamosóba, és utána egy bulgár ellen 2-1 lett, és a döntőbe pedig kikaptam. Szerettem volna egy első helyet elérni, de nekem ez is jó, ez a második hely. Az önvédelem, azt nagyon szeretem, meg így az egész sportot, ugye a rugások, ütések, különböző technikákkal
Én nagyon szeretem a karatét. VK eredményeken jobb szeretnék lenni, mert ott csak ilyen harmadik bronzérmeket szereztem, és ott jobban jobb eredményeket szeretnék elérni. Csaplás technika, jó? Zsimen! Természetesen a folyamatos az edzésmunka. Tehát itt aki leáll egy picit is, az onnantól kezdve kiesik ebből a körből. Jönnek folyamatosan a versenyek, bár ahogy a versenynaptárt megnézzük, nagyon sokszor azt láttuk, hogy kérdéses még a verseny megrendezése, mert hiszen most 2020 óta folyamatosan megy a hezitálás, hogy vajon valójában meg fogják rendezni azt az eseményt, vagy sem. Most a Covid miatt ez bizonytalan, bár úgy látszik, hogy talán lecsengőben van az egész dolog, és bízunk benne, hogy nem lesznek megszüntetve a versenyek. Hát most a legközelebbi célunk az október 22-én a VKF Diákolimpia, ott elég sokan szoktak versenyezni, közel 600 versenyző lép tatamira, Szigetszent Miklósi sportcsarnokban. Ezt követően van még egy Iponsóvó Magyar Bajnokság Egerben, utána egy Hungarian Open elnevezésű nemzetközi verseny szintén Szigetszent Miklóson, és van még egy meghívásunk december 17-ére, ez szintén egy Egerben, ennek a világszervezetnek, aminek most vagyunk a világbajnokságán, ennek most megalakult az Európai Szövetség, ami magyar székhelyen rendelkezik, és a Juhász Ferenc mester vezetésével és az ő irányítás alatt fognak rendezni még egy versenyt, amire meghívást kaptunk.